Baktaló rendháza után pedig Nyíregyháza, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatóját, Mészáros Szilárdot köszöntöm. Szia, kedves Szilárd! Rég láttunk, hogy telt a nyár. Szárusz, és köszöntöm a kedves nézőket is. Telt egy kis pihenéssel is, egy kis feltöltődéssel is, de hát munkával is természetesen. Előkészítettük az őszi szezonunkat, sőt már a jövő évre is készülünk, úgyhogy gőzerővel dolgozunk most is. Ugye most a legtöbb nyíregyházi a Vidor Fesztiválra összpontosít. Úgy tudom, hogy ti is bekapcsolódtok ebbe a rendezvénybe is, de ami talán a legfontosabb, és a ház nevéhez kötődik, az az ásványbörze. Mit kell erről tudni az idén, milyen lesz, hányan jönnek, kiket vártok erre a rendezvényre? Igen, hát szeptember első hétvégéje, aki ebben a szakmában van, illetve bőrzéskedik, azt tudja, hogy Nyíregyháza. Igen, csak magas rangja van ennek a rendezvényünknek, benne vagyunk az országos rendezvénynaptárban is, de hát inkább azt mondanám, hogy azért van nagyon magas rangja, mert én már 32. alkalommal szervezzük itt meg Nyíregyházán a nemzetközi ásványbőrzénket. Biztosan sokan emlékeznek, hogy valamikor a főiskola kerengőjén volt, aztán évekig úgymond bolyongott ez a rendezvény, nem sorolom fel, hogy hol, nehogy valakit bekavarjunk. Igen, a belvárosban több intézmény is helyet biztosított ennek, de 2014-ben a Váci Mihály Kulturális Központot felújították, agóra lettünk, gyönyörű szép tereink vannak, úgyhogy megtaláltuk, mondhatom, a méltó helyszínt ennek az ásványkiállításnak és vásárnak. 2015 óta itt ezen a helyszínen fogadjuk mind a bőrzéseket, mind a látogatókat. Nagyon népszerű, átlagban jön 1500 néző szokott eljönni a két napon megtekinteni a csodálatos köveket és ásványokat. Az ország minden tájáról érkeznek kiállítók, illetve a határon túlról, Romániából és Ukrajnából is szoktak jönni. Körülbelül most is egy olyan 20-30 kiállító, 70-80 asztallal, aki ismer bennünket, illetve járt akár a tavalyi ásványbőrzén, tudja, hogy lent a szép nagy aulánk van, az teljesen megtelik, illetve van egy emeleti kiállítótárunk, egy galériánk, ott is vannak árusok. Vásárolni, nézelődni, esetleg csereberélni is? Így van. Tehát én mindenkit arra biztatok, aki szeptember 1-2-án Nyíregyházán tartózkodik, és úgymond csodákra kíváncsi, látogasson el a Kulturális Központban szombaton 10-től 18 óráig, vasárnap 9-től 16 óráig várjuk az érdeklődőket, és látogasson el az is, aki szeretne ilyen ásványokat, illetve ékszereket, köveket vásárolni, de nagyon arra biztatok mindenkit, aki csak kíváncsi, hogy hogy néznek ezek ki, ezek a kövek, hogy gyűjtik ezeket, hogy kerülnek egy ilyen bőrzére. Megosztják a tapasztalataikat és ezek a bőrzések, tehát ez nem csak arról szól, hogy bemutatják és árulnak, hanem a kedves vendégek nyugodtan tájékozódhatnak. Szívesen állnak a rendelkezésre a kiállítók is. Olyan ez, mint egy szabad egyetem. Egyébként az ásványokból készült ékszerek, azt gondolom, hogy hihetetlenül népszerűek manapság a hölgyek körében, úgyhogy aki esetleg férfiúként megy oda, talán meg is lepheti a kedvesét, és megfertőzheti ezzel a szenvedéllyel. Azzal kezdtem, hogy a Vidor Fesztiválba is bekapcsolódtok, ugye akkor már dübörög a Vidor, lassan le is dübörög, mikor az ásványkiállítás lesz. Milyen jellegű műsorokkal, illetve rendezvényekkel? Évek óta bekapcsolódunk a Vidor Fesztivál rendezvényeibe. Hagyomány, hogy ilyenkorra időzítjük Nyíregyháza megyei Ugóváros képzőművészeti ösztöndíjasainak bemutatkozó kiállítását. A 2017-es ösztöndíjasokról van szó. Ezt most augusztus 25-én szombaton 16 óra 30 perckor nyitjuk a Pál Gyula teremben. Tehát aki ezekre az ösztöndíjasokra, illetve a munkáikra kíváncsi, azokat ide is szeretettel várjuk. És van egy olyan kedvezményünk, míg a Vidor Fesztivál tart, egy egységes, nagyon-nagyon kedvező belépővel látogatható ez a kiállítás. Ugyanezt mondhatom a Krúdy Gyula Art Moziba-val kapcsolatban is, ugye a mozi is a mi fenntartásunkban működik. A Vidor Fesztivál alatt próbáltunk olyan filmeket válogatni, ami az eseményhez méltó, kapcsolódik a
színvonalához. Tehát vidám filmeket elsősorban. Így van, négy film lesz műsoron, ezt is egységesen a legolcsóbb jegyárakkal lehet látogatni, úgyhogy oda is nyugodtan mindenki jöjjön el, benne van a Vidor Fesztivál hivatalos programjában, illetve évek óta a Duma Színház előadása is a Vidorhoz kapcsolódóan a Kulturális Központ Színház termében zajlanak. Nos, hát akkor, hogyha véget ér a Vidor Fesztivál, akkor lassan ugye megkezdődik az iskola, és az őszi hűvös napokon jól esik majd egy-egy előadáson bennülni a reméljük akkor már kellemes klímájú, vagy akár már inkább meleg kulturális központba. Úgy tudom, hogy már hát tulajdonképpen minden rendezvényt ugye meg is szerveztetek, tehát lehet tudni, hogy mik lesznek a nagy durranások. Így van, így van. Először is arra szeretnék kitérni, vannak nagyon sikeres programsorozataink, azokat az ősszel újra kezdjük. Van a családoknak szóló matiné, van a nyugdíjasoknak, szépkuraknak szóló Kelet-Magyarországi Szépkuruak Akadémiája. Várhatóan októberben ezek indulnak, de van egy a diákoknak szóló tehetségkutató, ami szintén nagyon fontos az életünkben és a nyíregyháziak életében. Olyan népszerű lett, 2015-ben hirdettük meg először a LÁK tehetségkutatót, Nyíregyháza legnagyobb tehetségkutatóját, hogy immár negyedik alkalommal hirdetjük meg. Ez nyíregyházi vagy Nyíregyházán tanuló diákoknak, tehetséges diákoknak szól, kettő kategóriában, ének és tánc, kettő korosztályban, de erről bővebben arra biztatok megint csak mindenkit, hogy látogasson el a Kulturális Központ honlapjára. Megtalálja az információkat, és a nevezési lap is ott van. Egyébként szeptember 30-a nevezési határidő. Nagyon értékes ajándékok vannak, decemberben egy show műsor keretében van egy gála a LÁK tehetségkutató kapcsán. Szakavatott zsűrit hívunk, más városokból is egyébként, tehát hogy egy kicsit olyan idegenek is kapcsolódjanak be, és olyan népszerű, hogy úgymond szinte kötelező jelleggel ezt újra meg kell, hogy hirdessük. Tehát ez szól a fiataloknak, de tulajdonképpen eljutottunk a legnépszerűbb, legnagyobb szabású rendezvénysorozatunkhoz, Lehozzuk önnek a csillagokat, remélem ez sokaknak sokat mond már. Ebben az évben is nagyon magas színvonalú koncerteket és színházi előadásokat szeretnénk a programsorozat keretében ide Nyíregyházára elhozni. A közeljövőből, ha ejthetek egy pár szót, mik várhatók, október 5-én hosszú idő után sikerült Csík zenekart megnyerni, tehát egy Csík zenekar élő koncert, egy nagyszabású élő koncert lesz a Kulturális Központ színpadán. Aki szereti és már tud tervezni, én arra bíztatok megint csak mindenkit, hogy foglalja a helyét, mert nagyon szépen fogynak a jegyek. Még egy koncert október 20-án Halászürit látogat el hozzánk, aztán természetesen színházi előadás is lesz, egy nagyon jó vígjáték lesz először, a Nem most drágám című vígjáték a Veresegy Színház előadásában, oda is szeretettel várunk mindenkit. Hát köszönjük szépen, azt hiszem, hogy egy műsor arzenállal várja a Váci Mihály Kulturális Központ a kedves nézőket. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk.